Egy korszak lezárul az M4 Sportnál, hiszen ahogy adásunk elején is említettem, és ahogy láthatják, ideiglenesen új helyszíre egy virtuális stúdióba költöztünk. Ennek oka, hogy az M4 Sport stúdióját átépítik, és a tervek szerint nagyjából két hónap múlva már egy teljesen új arculattal várjuk Önöket. Székely Dávid csatornaigazgató igazgató elmondta, a cél egy világszínvonalú díszlet kialakítása. Az utolsó felvételek egyike készül itt ezen a helyszínen, ebben az arculatban, ennek pedig nem más az oka, mint hogy a napokban elkezdik majd az m Sport stúdiójának átépítését. Az előző évekről, illetve a jövőbeli tervekről Székely Dáviddal az m Sport csatorna igazgatójával beszélgetünk majd. Dávid, hát én azt gondolom, hogy rengeteg szép emlék fűz benneteket ide a helyszínhez. Nehéz lesz a búcsú, vagy nehéz volt búcsút venni tőle? Ez egy nagyon érdekes helyszín abból a szempontból, hogy, hogy tényleg nagyon sok emlék köt ide a nyári olimpia, a labdarúgó Európa bajnoksága, hogy tényleg a Király Gábor féle szurkolt mindenki, aki itt volt, a hajnalozások a téli olimpián, az izgalom, hogy az első téli olimpiai aranyire megszületett, és, és, utána innen konferáltuk azt, hogy akkor most nézzük meg még egyszer, meg jön az interjú az olimpiai bajnokokkal, és, és azért ez egy második otthonunk lett. Kezdve azzal, hogy itt annó te nem tudom, mennyire emlékszel rá, volt még egy olyan magas asztal, ami mögött lehetett például híreket mondani, aztán kitaláltuk, hogy ne az legyen, legyen egy, egy ilyen beszélgetős helyszín, ami, ami sokkal közvetlenebb, mint a, a nagy. Ott van ugye a nagy asztal, ami szintén nagyon meghatározó, hiszen az igazán kiemelkedő műsorokat kivétel nélkül innen készítettük, hanem voltunk a helyszínen de hogyha ha megnézzük, akkor azért egy idő után kijöttek azok a dolgok, amiket szeretnénk az új díszletben majd kicsit máshogyan, tehát ott nem lesz egy ekkora ráadásul touchpades képernyő, ami alapból egy nagyon jó döntés és gondolat volt, hogy majd akkor a szakértők szépen elmagyarázzák azt, hogy mi történt, lehet rajzolni a Liberónak köszönhetően, ami egy ilyen grafikai program, de igazából a a technika is fejlődött annyit, hogy most már egy táblagéppel ugyanezt meg lehet csinálni. Tehát, hogy Most már nem kell egy ekkora eszköz ahhoz, hogy ez, ez működjön, és a, a következő helyszínben nem ez lesz. Ha megnézed az asztalt, akkor azért a műsorvezető a vendégektől elég távolült. Mi szeretnénk, hogyha majd a, a pandémia utáni időszakban, amikor erre lehetőség van, akkor sokkal közelebb legyen a műsorvezető a vendégeihez, de nem csak ebben lesz más. Az egész teljesen átalakul, gyakorlatilag itt, itt vasárnap este véget ér a, a műsor, és aztán utána 70 hétben elkezdik bontani az egészet, és először kipucolják, és onnantól kezdve jön az építkezés újra. Ez olyan, mint egy lakásfelújítás. Mikor fogalmazódott meg nálatok az az ötlet, hogy átépítitek ezt, ezt, a stúdiót, illetve mennyi idő, mire majd a nézők már ezt az új dizájnt láthatják? Az ötlet maga az, az, már évekkel ezelőtt, hogyha nagyon őszinte vagyok, mert, mert érezzük és éreztük azt, hogy, hogy mik azok a határok, amiket ez a stúdió díszlet szab és mi azt érezzük, hogy az újban, ami sokkal inkább lesz formálható, még több helyszínt lehet kialakítani, a grafikai igényeknek megfelelően majd ilyen építőkocka szerűen tudod az oszlopokat hol összetolni, hol szétválasztani, hogyha neked egy nagy kép kell, ha két nagy kép kell, ha hat párosítást szeretnék kitenni az mb 1 ben szóval nagyon-nagyon jó lesz szerintem, tehát már hosszú ideje kialakult, és valamikor azért így, így kora összevettük fel a tervezőkkel a kapcsolatot, és onnantól kezdve Szépen folyamatosan küldtek tervet, visszaküldtük, meglepődtek, megint küldtek, az már jobb volt, vigyük tovább, vannak kérdések, de ez egy jó időszak volt, egy nagyon izgalmas időszak. És a grafikusainknak is egy nagyon nehéz, mert ugye a következő két hónapban egy olyan green stúdióban leszünk, amihez szintén kellett díszletet tervezni, és ez grafikailag arculattervezés szempontjából nagyon-nagyon nehéz feladat, de, de meg sikerült szerintem azt a, a formátumot találni, ami akár az M4 hiradó, akár a Forma 1, akár a labdarúgó mérkőzések arculatát tekintve a következő két hónapban is megfelelő lesz, mert hogy arra a kérdésedre is válaszoljak. Nagyjából két hónap, amíg ezt bontják, felépítik, és nagyon szeretnénk egy olyan tesztidőszakot is, hogy amikor a nyári labdarúgó Európa-bajnokság megkezdődik, akkor itt már mindenki úgy ismerje az új díszletet is, akár a, a műsorvezetők, akár a vendégek, akár az operatőrök, vagy fönt a rendezők, és mindenki más is, mintha már hosszú évek óta az lenne a díszletünk. Nyilván nem ez, de de szeretnénk egy nagyon nagyon látványos első oldást már produkálni a nézőknek az új díszletből. Korábban említetted többször is, hogy az ennél sport történetének talán a legizgalmasabb nyara lesz, vagy nyara előttünk. Ez az új arculat akár fokozhatja a nézők izgalmát? Így tervezitek? remélem, vagy az övékét is, a miéket biztosabb, mert hogy ez még egy feladat, amit a nyakunkba vettünk, de, de szeretjük a kihívásokat, ez az lesz, ez, ez, tényleg az lesz, mert hogy ezt itt szerintem már tökéletesen betéve tudjuk, csukott szemmel mindenki az összes négyzetcentiméterét ismeri, de úgy érezzük, hogy elérkezett az idő arra, hogy haladva a korral, itt most valóban egy olyan változás menjen keresztül díszletben is, ami, ami az abszolút jelenkori trendeknek megfelelő, és, és hogyha valaki majd ezt meglátja, akár külföldi televíziós is, azt mondja, hogy ez, ez világszínvonal, és tényleg a, az elithez tartozó díszlet. Kíváncsian várjuk Széke-Dávidnak, köszönöm szépen a beszélgetést, kedves nézők! Az M4 Sport stúdiója tehát egy rövid időre pihenőre vonul, hogy aztán két hónap múlva majd egy teljesen új arculatban visszatérjen, és hát reméljük, hogy hasonló magyar sikereknek örülhetünk majd, mint az előző években.